igényes környezetben bemutatkozhassanak, láthassák egymás munkáit, szakértők segítsék a csoportvezetők továbbhaladásán. Idén pályázati forrásból központi zenekart is sikerült biztosítanunk, a produkciók többségét a Sárarany zenekar fogja majd kísérni. Szeretném bemutatni a zsűri tagjait, a Bartina Néptánc Egyesület táncpedagógusát, Nemcsokné Kárpáti Katalin. A Bartina Néptánc Egyesület táncpedagógusa, szintén Szekcáról érkezett Nyemcsó Pál. Valamint Rónai Balázs, aki Kaposváról érkezett néptáncpedagógus. Jó magam, pedig Dénes Anett vagyok, és én igyekszem majd segíteni a következő egy óra zavartalan szórakozását. Yeah!
Szinte szolgáló van, elvisz vele a
Thank you.
kívánom. Aki téged lát, költözön a szívébe ünnep, s ne legyen húsvét a te farkád nélkül. Amen.
Thank you.
Yeah.
lett a Baranyai Gyermek Néptánc csoportok találkozójának az eredményhirdetése. Először felkérném Nyemcsó Pált, hogy a zsűri nevében méltassa néhány szóval a fesztivál. Jó napot kívánok, szervusztok! Mindenkinek nagyon-nagyon szeretném gratulálni a mai teljesítményéhez, hiszen ugye ez nem egy mai teljesítmény, hanem több év munkájának a gyümölcse, a gyümölcsét láthatok itt a színpadon. Évek óta van szerencsénk visszajönni Érek Honóra, amit előre is nagyon szépen köszönünk a vendéglátóinknak, és jó látni, hogy amellett, hogy ilyen szép gyerek szám jelent meg itt a színpadon, amellett mindig folyamatosan fejlődik az énekhang, nagyon jó koreográfiákat lehet látni, nagyon változatos koreográfiákat, viseletekről nem is beszélve, hogy mennyire odafigyelnek az oktató pedagógusok. És azt meg külön szeretném kiemelni, hogy gyerekeknek a játék, ami most már 2016-ban igencsak háttérbe szorult itt most a színpadon, csupa mosolygós gyerekarcot láttunk, és ez öröm számunkra, hogy bár nagyon kevesen játszanak, de ezek a gyerekek, akik itt már színpadon voltak, ők nagyon-nagyon felettem tudták előadni mindazt, amit az oktatóik megálmodtak. Nagyon szépen köszönjük, és hát akkor először az emléklapokat szeretnénk átültetni az együtteseknek, majd jön a nagy pillanat. Először minden csoport vezetőjét kérném, hogy készüljön majd, mert én fogom olvasni a csoportot, és akkor a zsűri fogja az emléklapot átadni. Először a Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Kiskörösi Tök Magok csoportjának. Kispöldő csoportjának a vezetőjét. Ti már a díjra ismertek? Ja, nem van egy csoport. A Berzenagy János Alapfokú Művészeti Iskola Tekerők és Cifrák csoportjának vezetőjét. Köszönöm, hogy az Ulrika visszamegy, mert most a
apró bőrcsoport következik. Hármat fogunk kiosztani. Az első, és szeretném, hogyha táncosok jönnének fel, két kicsi táncos is venni át a díjat. A Felső Szilvási Általános Iskola Tök Magocskák csoportja részére a legtermészetesebb előadásért. Iskola apró böndöl csoportja részére a legjobb előadásért jár a díj. Sorban a Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola Mácsonyák csoportja részére a legjobb dramaturgiai megformálásért jelöltjük. Gratulálunk minden csoportnak, várjuk a csoportvezetőket a szakmai értékelésre, és egy nagy tapsot a díjazottaknak. Akkor megköszönöm szépen én is minden táncosnak és felkészítőknek és rokonoknak és a zsűrinek és a szervezőknek és a magamnak is, hogy itt voltunk, remélem mindjárt jól szórakoztatok. És a közösségi házban, tehát itt a szomszéd épület emeletén lesz az értékelés a zsűrivel a csoportvezetők részére. További szép hétvégét! Sziasztok!